Az úrnapi körmenete Szent Mise előzte meg a pécsi székesegyházban. Ezt követően több száz hívő vonult ki a déli főkapun Felföldi László pécsi püspök és Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök vezetésével. A belvároson átinduló körmenet első állomása a Domtéren a püspöki palota előtt volt. A hívők között idősek, fiatalok, gyermekek is részt vettek a pandémia óta első alkalommal megtartott úrnapi körmeneten. Szerettünk volna együtt eljönni és együtt szórni a virágot. Igen, mert én voltam első áldozó, és akkor rászedtem a Zoét, hogy ő is jöjjön el. Van, aki ezen az úrnapi körmeneten pótolta egy korábbi elmaradt egyházi rendezvényen való részvételét. Lelki megnyugvást jelentett számára. Hát nem tudtam elmenni az eukarisztikus kongresszusra, és itt meg itt tudok lenni, és az egyházat, nagyon szeretem az Anya Szent Egyházat, és szeretem Jézus Krisztust, és ezért jöttem el. Egy katolikus hívőházas pár férfi tagja is elmondta, feleségével miért jöttek el erre a szép egyházi ünnepre. Szerintem ez egy nagyon szép tradíció, amit az egyház mint lehetőséget ad, hogy nem csak a templomon belül, hanem a templomon kívül is egy kicsit, mint katolikusok, megmutassuk magunkat és hirdessük Isten igéjét, és ezért is veszünk többek között részt rajta. Ez az idősebb asszony erős hittel érkezett, fontos számára az oltári szentség ereje. Ma ez már a második körmenet, amelyiken részt vesz. A Búza kis közösség tagja Kertvárosban, de mivel itt lakik a belvárosban, ezért most erre is eljött. Katolikus vagyok, tehát természetes, hogy ezen részt veszek, és hát hiszek Jézusnak az oltári szentségbe való jelenlétében, és ez az ő ünnepe, akkor én azzal bizonyítom, hogy ide tartozom, illetve hiszem ezt, hogy részt veszek ezen a körmeneten. A második állomás a ferencesek templománál volt. Itt is felolvastak az evangéliumból. Zenei kísérettel tovább haladt a menet a Ferencesek utcáján. Az úrnapi körmenet eredetébe Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök avatott be. Az ünnep még az utolsó vacsorában gyökerezik, mondta az atya. Amikor Krisztus kenyeret és bort vesz a kezébe, megáldja, szétosztja, és azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, és ezt cselekedjétek az emlékezetemre. Ezt ünnepeljük minden szentmisében. Ez az ünnep van nagycsütörtök estéjén. De olyan mély tartalma ez az ünnep, hogy nem fér bele egyetlen ünneplésbe, ezért ünnepeljük ilyenkor úrnapján is. Az ünnepnek az eredete nem olyan régi, 800 éves csak. Ahhoz képest, hogy 2000 éve élt Krisztus. Mégpedig egy ágostonrendi apáca, Julianna nővér, egy látomást látott. Látta a teli holdat, és úgy látta, hogy valami hiányzik belőle, még nem teljes a hold. És úgy értelmezte, hogy hiányzik egy ünnep még az egyházi esztendőből, mégpedig Krisztus testének és vérének az ünnepe. 20 évig ő el sem merje senkinek mondani, hogy milyen látomása volt, akkor tesz erről említést, és mintegy 100 év telik el, mire ez ünnep lesz az egész egyházban. Nagy csütörtökön inkább a közösséget ünnepeljük, a vacsora, a lakoma jelleget. Ilyenkor azonban, mivel már az első időktől kezdve őriztek meg átváltoztatott kenyeret, szentostját, hogy a betegeket tudják ebben részesíteni, ilyenkor inkább az imádásra, a szentségimádásra helyeződik a hangsúly. Ezt láthattuk a körmenetben is, amikor az oltári szentséget körbehordoztuk. A belváros utcáin imádkoztunk és kértük az Úristen áldását azokra, akik részt vettek a szentmisében, a körmenetben, de ha megfigyelték, mind a négy égtáj fele rajzoltuk az áldási jelét a szentséggel, azaz mindenkire, aki itt lakik, erre jár, éppen szórakozik, vagy éppen kirándul, mindenkiért fohászkodtunk. A rózsaszirmoknak is különleges szimbóluma van, amelyeket útközben szórnak a hívek. Az oltári szentségnek az imádása nagyon hasonlít arra a hódolatra, amit megadunk a földi uralkodóknak, királyoknak. Az, hogy különböző szőnyegeken járhatnak, az, hogy csüngő szólhat, az, hogy díszes ruhákat használunk, mindez az uralkodói szertartásokból vette az eredetét, mert azt mondjuk, hogy a legfőbb király, a legnagyobb uralkodó van közöttünk, és megadjuk neki is azt a tiszteletet, imádást, amit
tiszteletet megadunk mondjuk egy földi királynak. A rózsaszirmok szórása is ezt jelképezi, mint egy szőnyeget terítünk le. Kicsit emlékezünk Jézusnak a jeruzsálemi bevonulására is, ahol Szamár háton vonul be, ott is ruháikat tették elé, hogy mégis szépen tudjon bevonulni. Ezt a tiszteletet jelképezik a rózsaszirmok is. Nálunk rózsaszirmok, mert ilyenkor van rózsaszirom bőven, és ezt tudjuk szórni. Az oltári szentség a katolikus egyház főünnepe. A rendszerváltás óta ez volt a leghosszabb körmenet a Baranyai megye székhelyen, a pandémia óta pedig az első alkalommal tartották meg. Négy helyszínt érintettek, a Domtér, a Ferencesek temploma, az Irgalmasok templom, a Széchenyi téren a Szent Háromság szobor. Végül a belvárosi templom előtt fejezték be a körmenetet.